Rögtön az első napon hétfőn vette át az önkormányzat karácsonyi csomagját Lajkó Ferenc Balázs. Az első között érkezett 83 éves férfi azt mondja, minden évben él a város által felajánlott lehetőséggel. Az időseknek ez nagyon-nagyon szükséges. Én is 83 éves vagyok, és hogy mondjam, na, ez nekem egy öröm, egy karácsonyi ajándék. A Tolnai megyeszéken jövő hét keddig vehetik át az ajándékokat azok a 62 évnél idősebb helyiek, akik előzetesen regisztráltak. A polgármesteri hivatal munkatársai az egykori szegzárszálló épületének földszintjén várják őket. Eddig már 4500-an jelentkeztek, de a megyei jogú város vezetése úgy döntött, meghosszabbítják a lehetőséget, hogy minél több szépkorú kaphasson karácsonyi ajándékot. Még 10-éig, péntekig megtehetik. Úgyhogy buzdítunk mindenkit, hogy jelentkezzenek, és várjuk a jelentkezéseket. Ha ez a jelentkezés lezárult, akkor ők a pótnapokon vehetik át a csomagjukat, december 15-én és 16-án. A csomagokat személyesen iratok felmutatásával lehet átvenni, de ha valaki nem tud elmenni a helyszínre, akkor ezt rábízhatja meghatalmazással ellátott ismerősére vagy rokonára is. A meghatalmazás az egy normális szabvány meghatalmazás, itt nem kell különösebb dolgokra gondolni, de akinél, vagy akinek ez a dolog ismeretlen, a holnapon fent van egy minta, azt kell kitölteni, és minden további nélkül, akkor az ott előírtaknak megfelelően működik a dolog, és meg fogják kapni a csomagot. A szekszárdi önkormányzat ajándékai között idén tartós élelmiszerek és édesség is van.